Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel régi kedves barátomat, Bardóczi Gyulát. Dob nélkül jött ma. Azt mondják, Gyuszi, nagyon örülök, hogy itt vagy. Azt mondják, hogy lehettél volna akár futballista is. Hát ugye minden esetre, hogy amielőtt elkezdtél muzsikálni, azelőtt a legnagyobb passziód az volt, hogy futballoztál. Hát igen, de nem igazán szerettem futni, ezért jó kapus voltam, mert jó a reflexem. Tudod, én a 9. kerületben nőttem fel, hát természetes, hogy Fradi, hajrá Fradi, meg minden az Balázs életben. Balázs Fecó. Persze, hát ő két utcával arrébb, én a Balázs Bélába, ő pedig az Ernő utcába lakott, de ott a környéken ott volt a Csík Guszti, mint jazz zongorista a Balázs Bélába, akkor ott volt a Jávori Vili a Tali Kálmán utcában, szóval azért az... Szép kezdenész válogatott. Így van, de Újpest is, Angyalföld is kitermelt egy-két jó muzsikust. Ez értem. És hogy lett az mégis, hogy nem futballista lettél, hanem muzsikus? Bevallom neked őszintén, hogy nagyon sokan vannak, akik nézik az adást, akkor még nem éltek. Kétféleképpen lehetett kinőni a galeriból, mert azért a fizimiskám olyan jámbor, de én verekedtem, tudod, verekedtem. Hát arra felé kellett, a Haller tér felé, nem? Te honnan tudod ezeket? Hát nem erre, sokan nőttek föl ott. Igen, és kérlek szépen két lehetőség volt, hogy a csapatba meg kivívd az elismerést, vagy jól verekedtél, vagy jól táncoltál, tudod? Na most... Bátyád, azt olvastam, hogy jó táncos. Ja, a Kukaci, persze, hát az ő jó táncos volt, és jó verekedő volt. És te hogy táncoltál? Hát bevallom neked, őszintén most ugye az Old Boys-nak a szekerét húzom, és azon ülök, az Old Boys szekerén, és mivel úgy ketten is dobolunk, ezért hál' Istennek vannak szusszanási időm is, és akkor ha úgy adódik, akkor nem látja a feleségem, vagy valaki, azért akkor ropom. Ropni? Micsoda? Hát ne vacakolj. Mert hogy élvezed a... Persze. Ebből tudod, mi kiderül ki, hogy jobb a dobot verni, mint a másikat. Már a másik embert. Az igaz. De aztán utána én próbáltam súlyemelő is lenni, aztán akkor már zenélgettem is, hát a Babos Gyuszival voltam egy iskolába, meg az apu a sakmatba volt, basszusgitáros, meg a Beatrice-be. Ez is a zeneiskolában ez egy ilyen mag volt. És akkor mondta a tanárom, hogy Gyuszikám, úgy látom, hogy belőled nem lesz olimpiai bajnok, inkább zenéje. Hogy nem, tudod, én nem hiszem, hogy lemerevszik a kéz, hogyha megy, akkor nem kell sportot csinálni, hogy tudsz ropogtatni. Ha jó tempód van, az mindent meg. Hát igen, és több mint 50 éve. Na most ide figyelj. Ugye a Gemini volt az első zenekar. Erről a fiataloknak mondanék egy-két szót, ugye, mert tehát a Gemini az olyan zenekar volt kezdetben, a 70-es években már nem, és ott már majdnem másfél évtizedet játszottál, ugye, tehát 14 évet. Tehát a Gemini olyan zenekar volt, amelyik megnézte a slágerlistát, azt nem tudom, ki hozta be. Kékes egyszer elmesélte, hogy hogyan, nem tudom, de már nem emlékszem, hogy hogyan jött be, de mindegy, bejött a New Musical Express, ezt tudom. Ezzel valaki behozta, és hát azon a héten fölgyakoroltátok a slágerlista első 20 vagy 10 nótáját, és hát ez ugye Magyarország, és olyannyira az még, de, és a Gemini ebből élt, de ez óriási volt, mert az Illésről tudom, hogy nem mertek betenni, a saját számaikat nem merték betenni a műsorba, mert csak angolt le, vagy angol szászt lehetett játszani. A Fenyő nem tudta betenni a Szikonorba a csavat, azért játszotta a Hungária először a csavatfel a szőnyeget, mert a Szikonorba azt mondták, hogy magyar számot nem játszunk. És meg se nagyon, meg se hallgatták a csavatfel a szőnyeget című nótát a Szikonorba, ugye az előző zenekarba. Tehát ebben az időben a Gemini azt nyomta, ami a közönségnek a legjobban kellett, amit a legkevésbé ismert azon a héten még, amikor ti már játszottátok, de a legjobban ismerte már a jövő héten.
Igen. Ez óriási. Na most azt mondom neked, hogy ez azért nem kis feladat volt, mert szóval úgy játszani a Rolling Stones-t, csak vagy a Kings-et, vagy mit tudom én, ahogy ők szóltak, az nem volt olyan egyszerű dolog, és ráadásul meg kell tanulni a szöveget. Frankó szöveggel ment egyébként? Igen, majdnem. Majdnem? Majdnem. Nem, ennek is egy nagyon szép korszaka volt a zenélésnek, ugyanis amit felsorolta, hogy Illés, Metro, stb. Ezek nem játszottak saját nótát, mert ciki volt. Tudod, igazából abban az időben a verseny a zenekarok között ott dőlt el, hogy ki tudja jobban játszani azokat a nótákat, tudod? Hát ebben a Gemini élet volt. Hát gondolj bele, hogy nem volt internet, nem volt televízióban, hát a rádióban, és el voltunk zárva attól a műfajtól, és ahogy bejött, azt hallgattad. Ezt már többször elmondtam, de hogyha akarod, elmondom neked, ez egy tanulságos dolog volt. És akkor még Magnó is, ahonnan tanultuk, nagyon kevés embernek volt. Föl? Én bevallom neked őszintén. Mert a újságban megnézni az egy dolog, de... Igen. Bevallom őszintén, a Petneházi Gábornak úgy hiszem az anyukája, meg az apukája, az Bécsben élt, ő volt a diszidenseknek, a lágernek a főnöke, tudod, akik diszidáltak, és valamilyen csatornán, tudod, azért amíg van csibész, addig van, mindig ki lehet játszani a közeget. Hát ez folyamatosan ki kellett játszani, mert micsoda? Hétről hétre. És hát én a végterméket, én mindig csak azt mondom, hogy na Gyula, ezt kell megtanulni, és nagyon szeretem a Pinyót, a Non-Stop együttes volt ez az ellenfél, mert Kispesten játszottuk, és... A kövesről beszélünk, igen. Csak közösségek van, aki a piramisban dobolt utom. Mert képzeld el, hogy ami a Radicsnál volt gitár, szól, az a Gibson gitár, az volt nálunk. És az a német Dezsőkének a szülei megvették a Szidortól, mindegy, ez már lényegtelen. Az a lényeg, hogy neki volt magnója is. Tehát ő jobb anyagi körülmények között felnőtt srác volt, mint mi. És hát ugye a nagymama, ahogy takarított a porszívóval, és közben a Dezsőkének el kellett menni valahova. Na de hát tudta, hogy közben veszi fel a nótát a Magnóra. És ahogy a nagymama porszívozott, és hát ugye ott volt be volt dugva, kihúzta, hogy bedugja a porszívot. És megijedt a nagymama, kihúzta, látta, hogy kezd lassulni, igen. Gyorsan visszadugta. Erről nem tudtunk semmit. Várjál, és a szám lelassult? Micsoda, várjál, hát akkor gyerekek, ezt meg kell tanulni is. És akkor jött az a rész, tudod, ahogy kihúzta. Nagyon jó. Számoltunk. Ez kéz, hát nem. Hogy mi be van? Hány negyed? Óriás. De valahogy együtt néztük egymást, tudod? Melyik számot, hogy, tudod? Nem tudom, most majd talán minden. Lehet, hogy eszembe fog jutni. Szóval lelassult egy részén a nóta. Igen. És akkor tudod... És azt mondtam, hogy ez milyen ötlet, óriási ötlet a zenekar topára. Egymást néztük, megtanultuk. Így megtanultuk. Lelassulva. Hát ugye elmentünk a Non-Stopra, megnéztük, mert ők a Rózsába játszottak. És ugyanezt a számot nyomták? Persze, hát mondom, akkor mindenki... A Non-Stop az nagyon jó zenekar volt, ugye a Somló játszott ott, a Köves, persze, igen. És tudod, bementünk, álltunk a kis csipet banda, tudod, és játsszák ezt a nótát. Most akkor mi lesz? Oda jön ahhoz a részhez, de ez megy tovább. Ugyanabban a tempóban. Igen, láttad volna. Nem tudták megcsinálni.
És? Na, milyen volt, amikor meghallottad az eredetit? Na, de várjál, hát tudod, amikor meghallottuk az eredetit, na, és akkor kinyomozta a Dezsőke, hogy mi történt, tudod, de a nagymama volt a hibás, hogy selejtessen talaj. És a Gemini közössége egy egész különleges. De az egyik barátom, zenésztársam mondta, hogy abban az időben mi voltunk a Beatles, mi voltunk a Rolling Stones, mi voltunk a Tremelozta, szóval tudod, mi interpretáltuk a közönségnek, és a közönség meg tőlünk kapta meg ezeket a nótákat. Nem, Geminire járt mindenki. Nem akarok. De megmondom neked, hogy miért. Na, megmondom, hát, mert gyönyörű lányok voltak. Hát, nem csak azért. Hát először is azért, hogy a számok, és amikor a Gemini már kezdte játszani, ugye a Mityó írta számokat, a 70-es évek elejétől, akkor is azért a műsor egy jelentős része megmaradt ugyanígy külföldinek. És tehát, hogy hát ott lehetett hallani egyből azokat a nótákat, én mit tudom én, Never Rains in Southern California, ugye az egy elég a Geminivel egy ilyen emblematikus nótája volt a 70-esek elején. Na most én nem tudtam, hogy ez kijátsza, és mindig a gumigyárba, és utána persze hetek múlva, hogy Albert Hammond nyomta, de rendben van, de én a Geminitől hallottam, és egy csomó olyan nóta volt, amit a Geminitől hallottam, a Whiskey in the Jar, azt is a Gemini, ugye, a Tin Lizzy, a jó levé. De végül is tudod, ennek is volt egy varázsa, és hála jó Istennek, hogy ez így tanultuk meg a nótákat, mert ugye nem mehettünk be a stúdióba, nem tudtuk, hogy milyen, hogy felvétel, mert hát álmunkban nem volt ilyen, hogy mi valaha ilyen stúdióba bekerült. De hát aztán bekerült a Gemini, szép számmal. De ezeket a nótákat gyakorlatilag magunkra csináltuk meg. Most gondolj bele, hogyha volt olyan, hogy percussion volt benne, kongás, minden, na de hát a Gyula egyedül volt dobos, mert minden, akkor azt úgy kellett elosztani, tudod, hogy mint hogyha percussion is lett volna benne minden. Összetettünk egy kis csomagot, és akkor azt úgy adtuk elő. Ez nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült nekem. Csak ebből is mondok egy példát, mivel stúdióban nem. Hallottunk egy nótát, én, mint dobos, mindig az volt nekem, hogy hallod a cintányért, csinálja, és a pergődobon meg hallasz ilyet, hogy brrr. Na jó, hát ezt három dobos csinálja, ezt egy nem tudja csinálni. És hát ugye ki is hagytuk, mert hát honnan tudtam volna, olyan talán a Szigeti Béla, aki a Bajtalában volt dobos, az volt nekem a nagy, és talán a Béla meg tudta volna csinálni, de ő se tudta volna megcsinálni, hogy mert olyan volt. Hát ez úgy, aztán hosszú évek után ilyen szuper nyolcason ezt a nótát láttam, hogy az a zenekar, az a jazzband, az tudod mit csinál? Tudod, van a söprű, amivel nem az utcát, meg a helyzet, hanem a dobot. Dobos. És az így áll, és a bot, annak is más hangja van, meg a söprőnek is. És a bottal a cintányért, és ezzel a söprűvel rátette a kávára, hát ez olyan, mint egy nagyon, rátette a kávára itt a hízi, és csak mint a mama, amikor csinálta a tésztát, tudod, így húzigatta, és az, ahogy ment, az mindig prr, 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 prr. Szóval, tudod, ezeket megfejtem. Csuda, hogy meséled. Na most azt mondom neked, hogy ugye a Gemini lelke a Várszegi volt, szerintem, de majd meg még pedig azért, mert a Kékestől tudom, hogy a Szemesen, ugye, ahol a híres Gemini klubok egyike volt, ugye az első előadásra mondjuk négyen voltak, vagy hatan. Tehát, ugye, és a Várszegi azt mondta, nem érdekes, következő héten lesznek 20-an, és előbb-utóbb lesznek 200-an is. Aztán már nem lehetett bevenni, mert több ezeren voltak már Szemes határában. És hát, hogy a Gemini felfutása, a Várszegi már akkor is kiváló üzleti érzékkel álmodta ezt meg. Ezt tanúsítom, ez így volt. És a milyen volt, amikor négyen voltak? Figyelj ide, igazából én bevallom neked őszintén, én szeretem, hogyha nincs olyan nagy tömeg. Szeretem, hogyha kis helyeken játszom,
mert akkor tudok kommunikálni a szememmel, a mimikával. Látom a közönségnek a reagálását. Ugye megadatott az nekem, hogy ilyen nagy sportcsarnokokban játszottam meg minden, és az első sor, mit tudom, hogy 40 méterre volt, és vakon játszottam, mert nem tudtam kinek játszani, tudod? Az sokan mondják, hogy hülye vagy, mindig becsukod a szemedet, és úgy doboz, nem lehet, mert én meg, én tudod, ilyen képileg, mert csak is akkor most én vagyok a tremeloznak a dobos. És ez, de, bocsánat, hát... Elulé. Persze, hát, meg mikor csapongok, mikor kisrác voltam, tudod, és nem mentem a galerival el, hanem otthon a bőröndöt ütöttem meg ezt, meg... Odaálltak, földszinten laktunk, az udvari lakás volt, odaálltak, a nyár volt, soha nem felejtem el. Mondom, erős is voltam, jól verekedtem, de hát ugye a zene is nagyon tetszett. És ott álltak a srácok, és én meg doboltam. Ez, amikor szünet volt, akkor ez volt. Kórusban mondták, kis szintányért semmi vész, a dobosnak nem kell ész, ha-ha, burr, futás, na, le a dobberőjén meg utánuk. Na, hát szóval... Hát, akarom mondani, Gyuszikám, hogy a... Hát olyan, a Gemini se éppen kis közönség előtt játszott, tehát a négy ember az nem... Tehát én emlékszem, hogy csütörtökönként a parkban... Épi park. Hát is oda. Hát ott több ezer ember... Nem mondj ilyet, mert itt, hát, itt ebben ebbe a szakmában mindenki 10-20 ezer ember előtt játszott. Ja, a ifi parkban. Ja, tudod, na jó, szóval... hát én megmondom, ki játszott rendszeresen sok ezer ember. A Gemini csütörtökön, a Bergendi vasárnap, a Hungária, amíg játszott a Pargban, volt, amikor kétszer játszott egy héten, hát a sakmat, vagy utána, ahogy hívták, Tűzkerék. Ugye? Hát és, ezek teltház előtt jelent. És néha, amikor az Omega ott volt. Hát nagyon, azok ritkán jártak, igen. Hát persze, de mi stabilan hoztuk, igen, csütörtökön azt a 1000-1200 embert. Tehát nem beszélünk itt nagy dolgokról. Hát azért több ezret. Én úgy emlékszem. De sokan voltak. Volt. Nem akarok, mert az még rám pirítanak, hogy miket mondasz. Ne szerékedjünk. Csütörtökön, szóval mindegy. És én emlékszem, hogy a gumigyárban már a lejárat, tehát a beton lejáratnál, ugye már olyan, kiálltak a Kerepesi úton, tehát láttam, tehát nem, ez már nem legenda, a Citadellán, hát ne viccelj már, és hát mindenhol, de még ez mind semmi, mert hát aztán ne ott onnan, meg végképp, hogy is mondjam, tehát szűk körben nem tudtál játszani, ha akartál, ha nem. Hát. Jó, de azért bevallom neked becsületet, hogy akármilyen sportcsarnokban játszottam a Neotonnal, mert azzal játszottam ilyen nagy terepen. Mindig voltak, akik bekiabáltak, tudod. Hogy? Gemini! Gyula! Gemini! Szóval valahogy úgy elvetettük ezt a Gemini magot, tudod, én még mindig élnek emberek. De... Hát a kékes ugyanígy beszél róla, pedig hát ugyanilyen karriert csinált ugye a Hungáriában, vagy a Dolly Rollal, és hát a Gemini szóba kerül, és elolvad ugyanúgy, mint te. Most akkor egy titkot mondok el, most vagyok egy olyan stádiumban, hogy lehetség, nem, hogy lehetséges, hát nagy valószínűséggel február környékén, februárban összehozom még egyszer ezt a csapatot, igen. Sajnos a Balázs, hát az Szabó Balázs. Igen, ő meghalt, azokat a tökös, erős, rokkos nótákat az ő hangjára lett megcsinálva, őt majd valaki más fogja helyettesíteni. Csak mondjuk el, ugye, hogy mondjuk a Papp Imre, az egyik billentyű, és a Markó Andi és a másik. Igen, de a Papp Imre meg sajnos ő se tudott lenni, mert egészségű okok miatt. Nem is az, hogy ott lenni, hanem hogy kik voltak ebből, micsoda legenda. Tehát a Baranszky, ugye, aki a Apostolba játszik. Hát akkor nem tudom, Iván, hogy tudod-e, volt a Gemini-be a Barta Tamás is. Azt nem tudtam. Volt a James is, a Karácsony János. Igen.
Volt a Rusznák Iván is. Hát azt tudom, az eredetileg. Igen. Volt a hát ugye a sorrendben volt a Németh Dezsőke, aki kihúzták a zsinót. Igen. Utána, mikor jött a Barta, azt mondta, hogy hát jó, rendben van, de nekem nem kell akkordgitáros, nem kell szaxofonos, mert tényleg zseni volt a Krapek, úgy gitározott, hogy az nem igaz. És akkor tőlünk ment a... És autodidakta tanult meg úgy gitározni, hogy hát ez hihetetlen. Igen, hát zseni volt. Igen. Utána, hogy ki az, aki a Tamás után tud jönni, és labdára barukhat, ez a kék, ez Zolika volt. Zolikának nagyon gyors keze volt, lehet, hogy most is az csak titkolja. Utána... Hát azért ne vitassuk el tőle, hogy az nem. Nagyszerű muzsikus, tehát nem, ez nem cikiből igen, mondtam, igen, abszolút nem cikiből. Értem. Utána jött a Rusznák Iván, a Rusznák Iván után jött a Baranszky Lacika. Igen. Tehát így volt a Baranszky. És nagyon szerencsés... És a Várszegi is játszik a februári koncerten? Nem hiszem, hogy itthon lesz, úgy hiszem, Amerikában lesz, vagy Hollandiában. Bevallom nektek őszintén, hogy... És a Heilig... A Heilig jön. Már beszéltem vele, azt mondta, hogy Gyuszikám, akikkel beszéltem, Gyuszikám, hogyha szólsz, akkor jövök. Tudod, a Varkó, Kékes, Heilig, és még a Karácsony James is eljött? A James az nagyon-nagyon kevés ideig volt. A James-el próbáltunk majdnem 2 hónapot, tudod? Aztán az Elefántra, te emlékszel, ugye a Generálban voltak is vékony. Hát tudom, a menedzser, igen. Igen, a műanyagos. A mama műanyagos volt. Igen. És oda jött a próbaterembe, és tele volt pénzzel, ahhoz képest, amit mi nekünk volt, és azt mondta, hogy adjátok vissza a James-t, és én visszafizetek nektek mindent, amit beinvestáltatok. Benyúlt a zsebébe, és odaadta, és elvitte a James-t. Úgyhogy... Jó, hát attól még játszott a James a Gemini-vel, nem tesz rosszat. Sőt, mondok neked mást. Még a Novai Gábor is játszott a Gemini-be. Mikor a katonának vitték, akkor a víz felé hajló nyári óriások. Na, azt mi hangszereltük a Gemini-vel csináltam. Hát ide esetre egy néző már van februárban. De azt hiszem, ez sokakat meg fog indítani, mert hogy tehát aki benne volt, az mind ilyen, ugyanígy beszél, ilyen elolvadva beszél róla, és a közönség is. Hát, tehát a Geminivel nem volt vita, mert lehettél illés, vagy LGT-később, vagy akármilyen, a Geminire attól még elmentél simán. Iván, azért is nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a meghívást, és erről beszélünk, mert azért az utóbbi időben érdemtelenül ez a Gemini el volt hallgatva. És a mai napig, tudod, ilyen titok volt egy Gemini. Nem volt elhallgatva. Nem tudom, hogy hát miért. Hát a magyar kultúrtörténet része az egészen biztos, és a legnépszerűbb zenekarok egyike volt. Sőt, utána, amikor már kezdte a saját számokat nyomni, ugye akkor már ilyen a vándorlás a hosszú úton, és a Néked csak egy idegen, azután a legsikeresebb kis lemez, ugye? Csak egy nagy lemez volt, mert mire az első nagy lemez, első és utolsó nagy lemez megjelent, már nem, lassan nem volt Gemini. Hát akkor lett volna óriási, hogy mert a 60-as években egyébként ez érdekes, hogy a 60-as években egy csomó külföldi számot felvett a Qualiton, és kiadta. Igen. És a Geminivel nem vette föl ezeket. Hogy miért, azt nem tudom, mert a Gemini játszott a legjobban. Meg kellett volna az Erdőssel beszélni, hogy... De mi az Erdős nem bírt itt neked, hogy mi? Én úgy gondolom, hogy a Gábor... A Gáborral se volt valami jó viszonyban, tudod? Már az Erdős? Igen. Hát akkor meg ugye, igen. És mikor a Gábor kikerült a Geminiből, akkor nagyon szerette volna, hogy a Gábor menedzselje, csinálja a Neotont. Csak hát a Gábor azt mondta, hogy nem, mert az nem az ő világa, tudod,
a pásztor, meg a... Én így, ahogy most utólag hallgatom a Gábortól, hogy mik voltak, meg mik nem voltak. Nem voltam ott, tehát olyan vagyok, mint az újságos mondta a postásnak, és most olyan infót mondtam neked, hogy nem akarta csinálni, ezért csinálta a Color együttest, annak volt a menedzser, igen. És megnyert valami fesztivált a nagy... Tudom, a szemüveges dobos volt a Kati és a Kerekperecben. Azt nem tudom. De mindegy, vele megnyert egy ilyen fesztivált. Hát a Neoton is nyert fesztivált, speciál Japánban. Csak ez ugye holnap hajnalig. Holnap hajnalig. Igen. Hát egyébként a Neotonban szinte napra annyi időt töltöttél, mint a Geminiben. Igen. Úgyhogy az sem volt egy rövid pályafutás. És most olvasgatom, ugye állandóan, hát persze, hogy visszatér a régi idő, mert a szegény Szabó már nincs ugyan, Balázs. De a Szidorral ugye a Geminibe együtt voltál, Hajdanában, és együtt játszol. Látod, még a Szidor is volt. Na, hogyha jól lenne, ha ezt tovább firtatjuk, lehet, hogy még a Lenin is volt van. Na szóval, hogy ugye, hát visszatér hát egyébként is ugyanazokat nyomod az Old Boys-ba. Újabban, mint a 60-as években most, Hajdanán. Most végül is ez olyan nekem, mint a homokozó, tudod, a gyerekeknek. Mert megint az a fiatal énem volt, és tudod, mikor a Laci kiadja, hogy na most aztán ezt kell megtanulni. De édesapa, hát ez már itt jön ki, hát mikor gyere, 14 éves voltam, már ezt játszottam. De mindegy. Mindegy, nekem érzed azt, hogy visszatér a tevük az oldal? Iván. Hangulatilag, nem a számot, ez persze. De ez olyan, mint a biciklizés. Nem lehet elfelejteni. Tudod? Szóval ez olyan, mint egy vers. Mondjál egy számot. Nem egy zeneszámot, egy matematikai számot mondjál, hogy hányat tudsz. Megfogtál. Hát több ezre nyilván. biztos. Ezt onnan is tudom, mert nagyon dübörgött a Neoton, és akkor az Old Boys az Ötvös Klubba játszott lent a Hordóba, és nagyon állandóan jöttek, hogy Gyula, gyere le, és nem, ilyen nincs idő, meg egyszer valami, nem tudom, én mégis lementem is. A következő történt, ott ülök a srácok között, tudod, a közönség között, és a Szidor azt mondja, hogy hát itt van a Gyula és a harcostársam is, és hát megkérem, hogy jöjjön fel egy nótára. Hát ugye akkor én már csak Neoton ízni. Hát mondom, Laci, ne csináld ezt, hát nem eget kezem lába, majd azt mondjam, játsszuk el, mit tudom én a Chuck Berry-től, You Never Can Tell. Na mondom, na de hát nem, de melyik az a nota? Hát nem tudom, de mondom, fütyüld. Ja, most már jó. És akár hiszed, akár nem, mint hogyha... Kiállásokkal. Minden ment. Minden az égvilágon. Szóval... Hát ezt nem csodálom. Tudod, mi a te szakmád legrosszabb, vagy a hivatásod, inkább úgy mondom, legrosszabb eleme? Hát, az hogy sose tudsz meccset nézni igazán. Mert folyton ott kell ülni a dob mögött, amikor a legjobb meccsek mennek. Ezt különben mondták, hogy a dobosnak a leggázabb a zenészek között, mert mire összepakolja a cuccát, meg addigra a többi elviszi a csajokat, tudod. De hát igen. Azt szívesen néznél meccset? Persze. Azt tudnod kell, meg biztos, hogy tudod is, mert mindent tudsz, hogy a Gáboré volt az MTK. És a Fradi is. Igen. De annak is története volt. Nem voltam akkor, mert én akkor nagyon el voltam foglalva Neotonnal. De aztán telt múlt az idő, és nagyon jóba lettünk megint a Gáborral. Tisztelem, becsülöm is, és mindenek fölött a gondolatait tiszteletbe tartom.
És hát ő is szeretett engem, meg szeret is, úgy hiszem, és azt mondta, hogy ezt az egész futballmániát egy időben elfelejtettem. Bántott, tudod, ez a sok hülyeség, azért mentek ki, nem azért a futball miatt, hanem a balé miatt. Az meg, a sport az más. A lényeg az, hogy lementem egy ilyen ifi meccsre, ilyen tizenévesek focista. Hát a Gábornak a gyerekei. És azok a gyerekek úgy focisztak. Olyan, azt a lelkesedést éreztem, azt a, tudod, azt a őszinte, azt hittem, a szívem elmegy, mondom. Hát Istenem, ilyen, és akkor elmentem a következőre, és azt vettem, hiszen minden meccsen ott vagyok, és nézem is, például ilyen Németh Krisztián, Gulácsi, tehát ezek akkor még kis rácok voltak, mikor én oda kerültem, és olyan kisugárzása volt a futballban, lehet, hogy rossz ez a megközelítés, hogy kisugárzás, de olyan stenker volt bennük, ahogy elindultak, ahogy mentek, ahogy harcoltak, érted, tudod, és győzni akartak, hogy ez nagyon tetszett. És a Gábor látta, hogy teljesen beleszerettem ebbe a fociba, és azt mondta, hogy Gyuszikám, figyelj ide, már akkor már voltam lenne a Foci Akadémián Agárdon, azt mondja, legyél te, úgyis a másik barátommal, legyetek ketten a felügyelőbizottsági tagok. Nem is tudott eszembe, de igen, tudom. Hát tőle tudom, szóval, még régről. Szóval rangom van, volt, nem tudom, hogy mi van, amióta Gábor nincs. És hát azért nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy azért a Gábor, ugye ő csinálta először ezt a Foci Akadémiát. És azért tudod, ő akármiben nyúlt, nem nyalom, tudod, mert nem érdekel. Nem szükséges. Igen. Nem szükséges. Azért amihez hozzányúlt, mindig valaminek volt súlya. Igen. Volt súlya. Nem véletlenül most olvastam, és nagyon, nagyon boldogan olvastam, hogy ugye a Foci Akadémia milyen sok focistát termelt ki, és mit tudom én, komoly egyesületeknek a utánpótlását is megelőztük, már a Foci Akadémia. És na itt is például el van hallgatva, hogy az, te ide figyelj, öreg, legalább úgy tudod, hogy vállom öreget, de öreg, hát azért csináltam. De nem hiszem, hogy ez szándékos, egyrészt, másrészt. Azt szeretném mondani, hogy a kisugárzásról beszéltél. Én azt mondom meg egy Jussikám, hogyha ide nem is kellett volna a riporterre, 30 percig beszéltél volna magad, csak úgy, és hallgatott volna az ember, a kedves néző, én merem mondani a nézők nevében, mert ellágyult volna, hogy valaki ilyen lelkesedéssel beszél, ennyi év után is a muzsikáról, akár a futballról keveset, de hát, és azt kívánom neked, hogy megmondom, hát egy nézőt már mondtam, hogy februárban tömegek ostrobolják, mint a Citadellát, vagy a gumigyárat, ez egyelőre még ismeretlen helyszínt, bár ebben én biztos vagyok, és akkor majd, hát lennének ötleteim egyébként a repertoár, hogy mert azért ott nagyon nehéz lesz kiválasztani azt a nem tudom én 50 nótát, ami aznap este fölhangzik, vagy nem tudom 40-et, szóval ugye vannak korlátok, de hát a Gemini körülbelül annyi slágert játszott el a nem tudom én több évtizedes, de legalább másfél évtizedes, hát többen inkább két évtizedes pályafutása során. Körülbelül annyi nótát, mint hányat, megkérdeztem, hogy hányat tudsz. Annyit eljátszott a Gemini is. Amikor feloszlott a Gemini, felbomlott, utána egyszer megint összefütyültem a zenekart, egy olyan 10-15 évvel ezelőtt a Kongresszusi Központban volt egy ilyen megmérettetés. Nagyon sokan voltak, és tudod, hogy mi volt a borzasztó? Nagy siker volt, persze. És mikor vége volt, akkor ott a Kongresszusi Központ előtt egy hatalmas plac van, tudod, biztos, hogy... És
összepakoltunk mindenki, és ott voltak az emberek a placon, és mindegy, egy osztály találkozó lett volna. Tudod, ők is 20-25 éve nem találkoztak. Te vagy az! Ne mondd! Te vagy az! Megint összetudtuk hozni, a Gemini összetudott hozni bizonyos embereket, akik valamikor jóba voltak, csak az élete elhúzta őket. Mondja ezt egy olyan ember, mondom a kedves nézőknek így az adás befejeztével, aki gyakorlatilag hozzászokott ahhoz, hogy 10 000-es tömegek előtt játszik, mert hát ugye a Neoton csak ebben a kategóriában utazott, és hát több mint egy évtizeden, sőt majdnem másfél évtizeden át ugye Gyuszi dobolt a Neotonban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél és eljöttél hozzám. A nézőknek a figyelmet köszönöm, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.